Lépett egy nagyot a megyei kosárlabda óriás atomerőmű ESE, a költségvetéséből juttat a megyei csapatok utánpótlás nevelésének támogatására férfi vonalon. Szerződést kötöttek ugyanis a második számú Tolna megyei férfi csapat a Bonyhádi KSE-nél a völgységi csapat NB1-bés szerepléséhez átenged ifi és juniorkori tehetségeket, és az is elvárás a támogatás fejében, hogy a Bonyhád a saját utánpótlás képzését mind mennyiségi, mind minőségi értelemben növelje. Miután tud majd feladni tehetségeket idővel az ASE nagycsapatába. Hasonló szerződés köttetett a szekszárdi férfi gyermek kosárlabda klub támogatására a Paksi klub részéről, akiket az utazásban, a versenyeztetésben is támogatnak. Tőlük is remélnek játékosokat a későbbiek során, de az első lépésben már azzal is elégedett lenne mindenki, ha a felnőtt csapattal nem rendelkező szekszárd előbb a Bonyhádhoz adna fel egy-két játékost. Példaértékű együttműködésről az ASE utánpótlás szakág vezetőjét, a Bonyhád KSE felnőtt csapatának edzőjét, Morgan Figyest kérdeztük. Próbálunk haladni ezen az úton, ami az alapvetésünk, ugye, hogy a Tolna megyei fiatalokból a legügyesebbeket megpróbálni foglalkoztatni ugye a bonyhádi kosárlabdával, és miután a zöld csoportban, hogyha olyan teljesítményt nyújtanak, akár a későbbiekben az A-csoportos paksban is pályára tudjanak lépni, hiszen erre látunk most is jelen pillanatban példát, ugye nyilván különböző problémák léptek föl, illetve a vírushelyzet is közrejátszott, ebből adódóan az itt pattogtató fiatal tehetségek, akik ilyen 20 év körül játékosokról beszélünk, ők jelen pillanatban már nélkülözhetetlenek az ASE felnőtt számára, így a mai napon 4 ilyen meghatározó, vagy úgy is mondhatnám, kezdő játékosunkat nélkülözni kellett. De mivel prioritást élvez az A-csoportos csapat, ezért mivel nekik ott van most feladatuk, így változik a játékos állomány, és mindig hétről hétre derül csak ki, hogy valójában milyen kerettel tudunk mérkőzéseket játszani. Mit hiányoztak ma? A Pup Bence hiányzott, a Pajor Dávid hiányzott, a Kalmár Viktor hiányzott, illetve a Verrasztó Péter hiányzott. Az együttműködés konkrét eredménye már az ASE és a Bonyhád között, ami a szerződés előtt is megvolt, képzett játékosokban lemérhető. Nekünk igazából az eredmény, ugye, ami az egész, amiért létre lett hozva, az valamilyen szinten most révbe ért, hiszen most is tanúbizonyságot tesz az, hogy azok a játékosok, akik már 2 éve vagy egy picit régebb óta is már Bonyhádon játszottak, és mindig megkapták azt a 25-30 percet, azok jelen pillanatban most az A-csoportot erősítik, így ilyen szempontból már kaptunk egy pozitív visszaigazolást. És már kezd működni a Szekszárd-Bonyhád viszonylatban is a dolog, elég ha csak arra gondolunk, hogy a 17 éves szekszárdi tehetség Heyman Gergő már rendszeresen szerepel a Bonyhád NB1-bés férfi csapatában.